Sziasztok! Ebben a videóban most a nyári kedvenceinket fogjuk nektek megmutatni, ugyanis úgy gondoltuk, hogy most nem hónapok szerint fogjuk csinálni, hogy június, július, augusztus, hanem egybe az egészet. Szóval külön-külön kategóriákba soroltuk azt, hogy mik a nyári kedvenceink, és ezeket fogjátok most látni. Az első kategória szépségápolás. Ebből nekem három termékem van, amit meg tudnék említeni. Az első, ez a Balea Trend It Up nevű sós hajspré. Mostanában ezek a sós hajsprék nagyon népszerűek lettek, úgyhogy gondoltam én is kipróbálom. Ennek az a lényege, hogy ha nedvesen a hajunkra fújjuk, vagy akár szárazon, akkor olyan kinézete lesz, miután megszárad, vagy belefúj a szél, vagy akármi, mint hogyha a strandról jöttünk volna. Egyébként pedig nagyon finom, barackos-szerű illata van. Nem tudom, hogy a sót nem lehet benne érezni, mert nincs is benne só, csak ez a neve, de ez mindenképpen kedvencem. A második kedvencem egy alapozó volt, a Catrice-től, ez egy BB krém. És még eddig nem volt BB krémem, de most gondoltam, hogy kipróbálom. És szerintem ez a legjobb alapozó, amin valaha volt, mert tényleg nagyon jól fed, és nem is égtem le vele, pedig voltam kint strandon, meg napoztam mindenféle, úgyhogy ezt mindenképpen tudom ajánlani. A harmadik kedvencem pedig egy naptej, a Hawaiian Tropicnak az egyik napteje. Ez tulajdonképpen még tavalyi, de még idénre is maradt belőle, és azért szeretem nagyon, mert nagyon finom kókusz illata van, és tényleg megvéd a leégéstől. Szóval nekem az első kedvencem az ez a Balea tusfürdő volt, amit amúgy Pannitól kaptam a szülinapomra, és mangós, igen, ugye? Igen. Szóval mangós az illata, és iszonyú finom. Pont, hogy imádom az ilyen trópusi gyümölcsöknek az illatát, szóval ezért is tökéletes volt számomra. A következő kedvenc pedig az Essence-nek ez a szemceruzája volt. Pár napja vettem, és nagyon tetszik, hogy ilyen hegyes a vége. Szóval nagyon könnyen ki tudtam belehúzni a szemem. A következő kategória a könyvek, amiből nekem kettő kedvencem is van. Az első, amit gondolom mindenki ismer, John Green-től a Csillagainkban a hiba. Nem is tudom, hogy kell-e róla beszélnem, mert már mindenki tudja, hogy milyen érzelmes és milyen szomorú, és hogy mennyien szeretik. Igen, ugyanezt tudom elmondani róla. A második kedvencem pedig Paolo Coelho-tól az Alchemista című könyv, amit anyukámtól kaptam, hogy olvassam el, és nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon sok fontos mondani valója van, úgyhogy mindenképpen tudom ajánlani. Nekem pedig sorozat témakörben van egy kedvencem. Ezt a sorozatot egy barátnőm ajánlotta, és az a címe, hogy Devious Mates. Magyarul azt jelenti, hogy fondorlatos cselédek. A középpontban négy cseléd áll, akik a Beverly Hills-i gazdagoknak a házaiban takarítanak, és nekik az életükről vannak benne ilyen halálesetek, meg mindenféle izgalmas dolog, szóval tök jó, mert így ezt a gazdag világot egy ilyen tök más nézőpontból láthatjuk. Szóval nagyon izgalmas, és mindenkinek tudom ajánlani. Következő kategória a kedvenc zenéink. Ebből nekem kettő van. Az első Ola nevezetű előadótól, a szám címe Jackie Kennedy. Ezt a rádióban hallottam, és szerintem nagyon-nagyon jó szám. Az infoboxban megtalálhatjátok a linkjét. A másik pedig Ed Sheeran-től a Sing című szám. Az nekem is tetszik. Igen. Nem akarom most mondani, csak mondom, hogy nagyon, tehát tényleg nagyon-nagyon. Nekem is van kettő kedvenc dalom, de ezek eléggé ilyen partis számok és ilyen elektromos zenések, szóval mostanában így, hogy több időm van a nyáron, elkezdtem újra futni, és ehhez ugye olyan zenéket válogattam, amik ugye jó ritmusosak, és ennek a két számnak a linkjét ugyanúgy a leírásban megtalálhatjátok. Nekem lett egy kedvenc kajám is ebben a nyári szezonban. Nagyon egészséges, finom és gyorsan elkészíthető étel, amit most megmutatok. Szükségünk lesz hozzá bazsalikomra, pár paradicsomra, mozzarellára, illetve ilyen grillező pálcikákra.
kedvences videónk, reméljük, hogy tetszett nektek, és a blogunkban, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban, még találhattok bejegyzést arról, hogy még a kedvenc nyári ruhadarabjaink. Köszi, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!